Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják július 16-án hétfő este, az elmúlt hét híradóinak válogatott összeállítását láthatják. Július 9-én szerda esti adásunkban tudósítottunk a korábbi hétvégén rendezett országos hagyományos és ifjúsági tűzoltó versenyről. A programot vasárnap ünnepélyes eredményhirdetés zárta, a helyezések az összetett eredmények alapján dőltek el. 26. alkalommal szervezték meg a maraton váltót, 42 és 21 kilométeren tették próbára erejüket az indulók. Szakmaismereti tudáspróba zárta a Mesterségem címeretábor első turnusát, az ötnapos program a pályaválasztásban igyekezett segítséget nyújtani a diákoknak. Akár csak a hivatásos tűzoltók, a verseny ifjúsági résztvevői is pontos szabályok szerint a lehető leggyorsabban igyekeztek végrehajtani a feladatokat, ezek közt egy 400 méteres váltófutás és egy összetett akadályokból álló pálya is szerepelt. Az ifjúsági tűzoltó versenyt idén a 9., a hagyományos országos felnőtt önkéntes tűzoltóknak szóló versenyt a 8. alkalommal szervezte meg a Magyar Tűzoltó Szövetség. Régi hagyománnyal bírunk, hiszen 1893 volt az első tűzoltóverseny Szabadkán, ezt követően több évente megrendezték. Itt Tatán most együtt versenyeznek a fiatalok és a felnőttek, kettő kategóriában mintegy 550 versenyzőt tudunk rajtoz állítani, 50 versenybíró segíti a munkánkat. A tétje pedig két külföldi szereplés, aki megnyeri az ifjúsági versenyt, lány és fiú csapat, ők Svájcban, a felnőttek pedig később a Szlovéniában fogják Magyarországot képviselni. Egy 9 fős lány, egy 9 fős fiú, sőt még egy felnőtt csapat is érkezett a versenyre Pázmándról. Az ifjúsági résztvevők lánycsapata az idei versenyen kifejezetten a jó eredményre törekedett. Már Szombathelyen is 2 éve versenyeztünk, sajnos ott nem sikerült jól a verseny, de most mindent oda teszünk, és remélhetőleg most jobban sikerül. Van 2 versenyszám, egy váltófutás és egy akadálypálya, és hát különféle akadályokon kell átmenni, vagy csak épp futni, kinek mi a feladata. Nagyon szeretnénk kijutni olimpiára, mivel az előző lánycsapatok 2 vagy 3 pontosan nem tudom, kijutottak olimpiára, és most nekünk is az a célunk. A hagyományos felnőtt kategóriákban is 2 versenyszámot tartottak, így ennek során a versenyzőknek össze kellett szerelni és tűzoltásra alkalmas állapotba tenni a tömlőket és a sugárcsövet. A 8x50 méteres váltófutás során leküzdeniük az 1,6 méter magas palánkot, gerendákat és kúszócsöveket. Nekünk már egy 5 éve összeáll csapatunk van, szóval elég régóta készülünk. Mindig tavasszal ki szoktunk állni a gyakorlatoknak, és akkor általában egy megyei verseny szokott lenni, amin már fel tudunk egyszer készülni erre a versenyre. A csapat, hogyha a top formában van, akkor minden nagyon jól megy neki. Szeretnénk szépen teljesíteni, nincsenek ilyen nagyra törő reményeink. A hazai mintegy 500 versenyzőn kívül a határon túli magyar lakta területek önkéntes tűzoltósága is indítottak csapatokat mintegy 50 fővel, Kászomból, Szent Mihályból, Csantavérről, Bajsából és Nyékvárkonyból is. Hagyományos és a 9. ifjúsági tűzoltó versenyen. A versenyre az ország minden pontjáról érkeztek önkéntes tűzoltók, sőt még a határon túlról is képviseltették magukat a kétnapos eseményen. Nagyon pozitívan tudnám értékelni ezt a kétnapos rendezvényt. A pénteken érkeztek a csapatok este, elfoglalták a szállásokat, akik az ország távolabbi pontjáról érkeztek. Sokan nem tudják, hogy tavaly Székesfehérváron átvettük a stafétát, már akkor megkezdődött ennek a rendezvénynek a szervezése, és tegnap a csapatok megmérettek tudásuknak megfelelően. Ezekről a csapatokról el lehet mondani, hogy januártól decemberig edzenek.
nekik nagy szó az, hogy ki tudnak jutni külföldre, nemzetközi versenyen részt venni. Mi meg örülünk neki Tataváros segítségével, hogy ezt a versenyt megrendezhettük itt ezen a szép helyen. A megmérettetésen Komárom-Esztergom megye szinte minden kategóriában az aranyérmet vehette át, sőt a vértessomlói csapat a szlovéniai tűzoltó olimpián is képviseltetheti magát. Úgy gondolom, hogy a felkészülési időszak kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de majd a végére összeállt a csapat. Általában úgy szokott az előfordulni, hogy utolsó két hétben aztán teljesen összeboronálódnak, és akkor egymásért szinte úgy lehet mondani, hogy tűzbe mennek az önkéntes lánglók, az ifjúságiak és a felnőttek egyaránt. Nagyon szép eredményt ért el mind a négy csapat véleményem szerint. A lányok, mivel az első versenyük ez, így úgy gondolom, hogy egy dobogós hely az gyönyörű, és az elvárásainak bőven-bőven túlszárnyalta. A fiúknak is nagyon szép, a fiúk tavalyi évben voltak tűzoltó olimpián, a csapat az pedig nagyon jó eredményt ért el, aranyminősítéssel tért haza tavaly. A felnőtt csapataink is nagyon szép eredményt értek el, hát ugye a lányok mindig viszik a prímet, immáron negyedszer nyerték meg az összetett országos bajnokságot, tehát ilyen még a CTF versenyek történetében nem volt, hogy egy csapat negyedszer tudja elnyerni. A férfiak a férfi kategóriát megnyerték, összetettben a második helyre kerültek, de még ott is lesz egy kvalifikációs verseny a férfiaknak, 21-ig, tehát őnekik is még 50% esélyük van arra, hogy kivívják ezt a lehetőséget. A tatai edzőtáborban rendezett tűzoltó verseny tehát nagy sikereket eredményezett. A vértessomlói csapat pedig már most készülhet teljes erővel a 2021-ben Ljubljanában rendezendő tűzoltó olimpiára. Hatalmas ováció kísérte a 26. tatai maratonváltó futóinak első lépéseit. A tavalyi évhez képest 150 fővel többen indultak a tókör futáson egyéniben vagy csapatban. A futók vagy egy 42,6 kilométeres távon bizonyíthatták kitartásukat, vagy pedig egy 21,3 kilométeres utat tettek meg a célig. Alapvetően ez egy csapatversenynek indult, majd hát ahogy látjuk, kinőtte magát egykörös futókkal, félmaratonistákkal, maratonistákkal, és igen, minden évben egyre többen és többen vannak. Ez az első alkalom, hogy nem csak egy, hanem több babakocsis és tolószékes futó is indult a versenyen. Remélem, ők is ugyanúgy fogják élvezni ezt a gyönyörű környezetet, mint a többiek. Én remélem, hogy élményt, gyönyörű környezetet, egy baráti, most már nem tudom azt mondani, hogy családias hangulatot, mert kinőtte magát az esemény, de ad egy összetartást, a szurkolás élményét, és jó levegőn létet. A színvonalas versenyre az ország minden részéről érkeztek egyénileg vagy csapatban. Sokaknak plusz élményt adott a tatai táj szépsége. Nagyon szeretünk a csapattársaimmal mindenféle váltóversenyekre járni, és ez egy igazán rangos, és Magyarországon is tényleg egy ilyen fontos esemény, úgyhogy még nem voltunk itt együtt, de nagyon szerettünk volna ide se jönni mindenképp. Én magamon tudom, meg a legtöbben így vagyunk ezzel, hogy amikor tudod, hogy nem csak magadért futsz, hanem másokért, akkor nem adod fel olyan hamar, meg jobban beleadsz apait, anyait. Mindenképp egy olyan tempót kell választani, amit így felméri az ember, és tudja, hogy tartani tud. Ezen a 7 kilométeren keresztül, vagy ki mennyit fut, ugye. Szerencsére az időjárás most elég jó, ugye az is azért probléma szokott lenni, a túl meleg van mondjuk, úgyhogy szerintem most elég ideálisak a viszonyok. A futóversenyen kortól nemtől függetlenül mindenki kipróbálhatta magát. A legidősebb váltócsapat átlag életkora például 74-es fél év volt. Egy az, hogy a sprint rendezvény és én sprinttag vagyok, ezért is. A másik az is, hogy Tata egy nagyon szép rész, ahol a versenyeket rendezik. Évek óta, mondjuk így az elejétől kezdve itt vagyok a sprint tagként, és hát most a váltóba hívtak meg a srácok. Egyénileg akartam futni, de miután beindult egy váltó, azt mondták, hogy legyen váltó, hát akkor beszálltam a váltóba, hogy mi vagyunk a legidősebbek, állítólag 74 és fél év az átlag korosztályon. A csodás táj tehát plusz lendületet adott a 26. tatai maratonváltó futóinak, akiket a megmérettetés végén három kategóriában díjaztak. Az egykört futók, a félmaraton futók, illetve a csapatok osztályában adták át a kupákat a legjobbaknak.
Véget ért a Mesterségem címere szakismereti tábor első turnusa. Majdnem 50 gyermek ismerkedett meg egy héten keresztül különböző foglalkozásokkal, amelyeket vagy a fényes fürdőre érkező szakemberek mutattak be, vagy a táborozó ifjúság látogatott el különböző külsős helyszínekre. Nagyon jó és sok érdekes program van. Voltunk gyárat látogatni, sok cégektől is jöttek bemutatni, hogy milyen munka is folyik ott. Voltak szabad programok is, amikor fürödhettünk, és kézműves programok is, ahol ősi mesterségekkel találkoztunk, és készíthettünk is. Nekem a gyárlátogatás tetszett a legjobban, amikor azt néztük meg, hogy egy injekciós tűt hogyan gyártanak, és meg bemehettünk a gyárba, és fel is öltöztünk a védőruhába. A táborozóknak érdemes volt odafigyelniük az előadásokra, hiszen a turnus záró eseménye egy szakismereti teszt kitöltése volt, ahol a legügyesebb gyerkőc egy tablettel gazdagodott. Egész hétről azt szeretném mondani, vagy azt szeretném, hogy mindenki tudja, hogy ez egy kísérlet, ez egy innováció, nem nagyon vannak ilyen táborok, vannak kísérletek, hogy miként lehetne a gyerekek pályaorientációs munkáját fejleszteni, miként lehetne a pályaválasztásokat tudatosabbá tenni. Ez biztosan egy forma lehet, egy jó forma lehet, természetesen a tapasztalatokat összegezni fogjuk. Ma délután 14 órakor lesz a táborzáró, és díjakat fogunk átadni, jutalmazni fogjuk a gyerekeket az aktivitásukért, és most szeretném kifejezni a köszönetemet azoknak a cégeknek, partnereknek, vállalkozásoknak, akik segítettek megvalósítani, és persze a médiának, amelynek az érdeklődés egészen kitüntetett volt. Az ingyenes Mesterségem címere tábor első hete tehát lezárult, viszont még két turnus várja az általános iskolás tanulókat. Adományként érkezett az új terepjáró a Katasztrófa Védelem Műveleti Szolgálatához. A jármű tűzvizsgálati feladatokat is ellát majd a jövőben. Honvédelmi tábor indult a tatai laktanyában. Országszerte mintegy 1200 gyermeket várnak a hivatásos katonák. Július 10-én kedden számoltunk be arról, hogy ünnepélyes keretek közt írták alá a kulturális, oktatási, szociális, egészségvédelmi és sportalapokon nyertes pályázók támogatási szerződéseiket, a múzeum pedig diákmunkásokat foglalkoztat a digitalizáció gyorsítása érdekében. Használjátok egészséggel és balesetmentes kilométereket. Ünnepélyes keretek közt vehették át a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat munkatársai az új gépjármű kulcsát és az oklevelet Tatabányán. A csoportot 2012-ben hozták létre azzal a céllal, hogy a magasabb szintű káresemények irányítási feladatait lássák el. Az adományként kapott és az országos központ által felszerelt jármű egy régebbi, korszerűtlenebb típust vált az egységnél. Ők azok, akik kettes kiemelt riasztási fokozattól már átveszik a kárhelyszín parancsnoki feladatokat, és bonyolultabb, összetettebb káreseteknél megyei szintű irányítóként jelennek meg. Rendkívül sokrétű beavatkozás mondható, tehát lehet ez egyen ölnyön, autópályán, ezért szükséges egy ilyen terepjáró képességgel rendelkező autó. Olyan eszközöket visznek magukkal, amik a tűzoltás és műszaki mentéshez szükségesek, valamint hogyha hatósági eljárásra, tehát itt tűzvizsgálatra kell gondolni, akkor ott helyszíni szemlét tudjanak lefolytatni. Fejlett informatikai rendszerek és menetrögzítő kamera is került az új terepjáróba, azért, hogy a kor igényeinek megfelelő legyen, és speciális feladatát is maximálisan elláthassa. Nem csak a szolgálat munkatársainak, a járműpark autóinak is gyakran kell veszélyes és extrém körülmények közt helytállni. Ez lehet egy erdőtűz, ez lehet egy árvíz, ez lehet egy bérházban egy lakástűz, tehát szó szerint úton és úttalan utakon kell, hogy közlekedjenek az autóval, és bízunk is benne, hogy ez meg fog felelni. Természetesen az informatikai eszközök nem csak a beavatkozásokat fogja segíteni, hanem a tűzvizsgálati helyszíni tevékenységet is. Ha szükséges, akkor ott helyszínen fényképezünk, azt ki tudjuk nyomtatni, vagy iratot tudunk nyomtatni egy helyszíni szemlén, egy ellenőrzésen, illetve ezeket az anyagokat elméletileg elektronikusan is tudjuk továbbítani az igazgatóság irányába a helyszínről. A szolgálat központja ugyan Tatabányán van, de tevékenységük az egész megyére kiterjed, bármely település
kerülésen történik nagyobb káresemény, a szakemberek ezzel a járművel gyorsabban és biztosabban érnek oda, ahol a baj van. Három póló. Oké. Akárcsak az igazi katonák úgy vették át a ruházati raktárban a szükséges felszerelést a gyerekek, a zsákokba pólókat, speciális nadrágot és felső ruházatot is kaptak. Gyakran fogják viselni a következő napokban, hiszen rengeteg feladattal, hasznos kihívással és játékos versennyel készültek nekik a honvédelmi tábor szervezői. Én amerikai focizok és szeretem az ilyen kihívásokat. Hallottam valami olyasmit, hogy lesz paintball. Hát én voltam már paintballon, nekem az nagyon tetszik, nagyon szeretem az ilyen lövöldözős dolgokat. Idén nyáron összesen 1200 gyermek táboroztatására különböző tematikájú, például hadtörténeti, búvár, légierős vagy sporthonvédelmi táborokat szervez a 12-18 éves fiataloknak több településen a Magyar Honvédség. A sereg korábban is szervezett már ilyen jellegű táborokat, de honvédelmi tábor először 2016-ban volt. A kezdeményezése részeként a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek az igazi katonás napirendben, de egészségügyi tájékozódási és egyéb a mindennapi életben is hasznos tudást is elsajátíthatnak. Ilyen például az egészségügyi ismeretek foglalkozások, ahol az ön- és kölcsönös segítségnyújtást gyakorolhatják a gyerekek, illetve a különböző tereptan ismeretek, tehát tájékozódás terepen például ilyen foglalkozások is részét képezik a tábornak, ezt úgy gondolom, hogy akár a napi életben is a túrázások alkalmával ezt hasznosítani tudják a gyerekek. A mai nap, miután megtörténik a gyerekeknek a kötelező felszereléseinek a kiadása, azután megkezdődik a kötelezően előírt biztonsági rendszabályok oktatása, amit minden tábor résztvevő számára kötelező, illetve megkezdődnek azután a foglalkozások. Ebben az első turnusban mintegy 30-12 és 15 éves gyermek érkezett a laktanyába, 5 napot töltenek a táborban. A honvédelmi és az egyéb katonai jellegű táborok nagyon népszerűek idén nyáron, szinte holt versenyben a nyelvi tematikájú táborokkal, rengeteg fiatal keresi az ilyen lehetőségeket. A Humán és Ügyrendi Bizottság írta ki, majd bírálta el azokat a beérkező pályázatokat, amelyeket Tataváros önkormányzata a 2018-as évben összesen 5,5 millió forinttal tud támogatni. Három fő terület részesült a támogatásban, ezek a kulturális és oktatási alap, szociális és egészségvédelmi, illetve a sport alap. 57 pályázat érkezett be, és ebből 36-ot tud az önkormányzatunk támogatni. 5,5 millió forint összegben egyrészt kulturális, oktatási, szociális és sport területekre fogalmaztunk meg pályázatot. Minden évben az volt a cél, hogy azok, akik nem kapnak közvetlenül mondjuk a sport területén az önkormányzattól támogatást, nézzük meg ott még milyen javaslatok, milyen sportágak, milyen klubok vannak, akik szeretnének támogatást kérni. Nézzük meg azt is, hogy a szociális területen van-e olyan plusz tevékenység, amit az önkormányzatnak ilyen formában van értelme támogatni. Itt egyébként 6 nagyon szép pályázat érkezett, mind a 6-ot támogattuk is. A kulturális és oktatási alap az, amelyik szintén minden esztendőben nagyon közkedvelt, a nyugdíjas klubtól sok-sok civil szervezetig sokan pályáznak, sőt az intézményeink is, iskoláink, óvodáink. Itt most inkább a civil szervezeteket és az óvodákat tudtuk támogatni, az iskolák olyan mértékben most nem tudtak ebből a pályázatból részesülni, mert nem tudtunk mindenkit támogatni. Hála Istennek, hogy ilyen nagy volt az érdeklődés, és ilyen sok pályázat érkezett be. Különösen a sportalapnál szeretném elmondani, hogy ott 2,7 millió forintot osztottunk szét. A sportalapnál bizony sok jó pályázat volt még, és bizony sok jó sportegyesület, szakosztály teljes joggal kaphatott volna még a támogatásból, de sajnos nem tudtunk mindenkit támogatni. Akiket támogattunk, azokat pedig minden esztendőben így meghívunk egy közös találkozóra, néhány gondolat cseréjére, és ennek keretében együtt írjuk alá a megállapodásokat, és a lehető leggyorsabban igyekszünk a pénzt is elutalni, hogy ezek a programok, ezek a helyi
kis projektek lehető leggyorsabban meg is valósulhassanak, úgyhogy szívből gratulálok minden pályázónak, aki nyert. Akinek most nem tudtunk adni támogatást, nekik pedig azt kívánom és remélem, hogy ettől függetlenül sikerül azt, amit elképzeltek megvalósítani és létrehozni. A támogatási szerződéseket július 9-én a Városházán írta alá az összes nyertes pályázó, akiknek legkésőbb december 15-éig szükséges elszámolniuk a programokra szánt támogatás felhasználását. Én egy 1700-as évek végéni kéziratot írok át Word dokumentum formátumában. Pontosan ilyen és ehhez hasonló feladatokat látnak el a Kuni Domokos Múzeumban dolgozó diákok, akik időben csatlakoztak az önkormányzatnál és intézményeinél végezhető nyári diákmunkaprogramba, már meg is kapták az egy hónapra szóló lehetőséget. A Német Nemzetiségi Múzeumban őrzött dokumentumok digitalizálása nagy feladatot ró a szakemberekre, ebben segítenek most a fiatalok. Én nagyon élvezem, nekem személyre szabott feladatom van. Én több évig már latint tanultam, és Richard, a múzeumnak az igazgatója, ő felkeresett engem és Lilát, a páromat, mert munkaajánlattal, mert ismer minket. És amikor megtudtam, hogy latinnal kellene foglalkoznom, akkor felcsillant a szemem. Kezdetben sejtettem, hogy ilyesmivel fogok foglalkozni. Azt hittem, hogy fordítás is lesz a része, de mint kiderült nem, csak átírás. Egy körülbelül 200-250 éves kéziratot írok át Word dokumentum formátumban a laptopomon. Az idei nyári diákmunkaprogramban már rengeteg lehetőség közül válogathattak a fiatalok, mezőgazdasági, vendéglátási területek is vannak, a múzeum ugyanakkor az egyik legnépszerűbb lehetőség, eddig 28 fiatalt foglalkoztattak. Itt várunk középiskolás diákokat, illetve nappali tagozatos egyetemi hallgatókat is, 16 és 25 év közötti diákok jelentkezhetnek hozzánk. Ugye különböző feladatokat tudunk adni a diákoknak. Egyrészt van digitalizációs munkájuk, ami azt jelenti, hogy szkennelés, vagy akár a nyomtatott anyagok átképelését végezhetik, illetve kicsit gyakorlatiasabb munkák, raktárrendezés, műtárgyak portalanítása, raktártakarítás, illetve udvarrendezés az, ami kiadható számukra. A várban pedig időszaki kiállításunknál tudjuk őket alkalmazni látogatók fogadására, illetve különböző teremőrzési feladatokra. Nyilván nekünk is célunk az, hogy a következő múzeumi dolgozó generációt kineveljük, tehát aki kedvet érez és később is kedvet kapna ehhez a fajta munkához, azt későbbiekben is szeretettel látjuk. A nyári szünet idejére az intézményben a legtöbb hely már betelt, augusztusig mintegy 50 résztvevőre számítanak. Múlt hét szerdán, július 11-én a honvédelmi tábor járőrversenyéről láthattak rövid összefoglalót, továbbá folytatódtak az építők parkját népszerűsítő programok, rendezvénynapot szerveztek a Tatai Televízió munkatársai. Hétfő reggel érkeztek a tatai laktanyába azok a fiatalok, akik a honvédelmi tábor első turnusában vesznek részt. 30 gyermek, fiúk és lányok vegyesen jelentkeztek a különleges lehetőségre, 5 napig a katonaság szigorú rendjében, feladatokkal, gyakorlatokkal és speciális ismeretek elsajátításával töltik az idejüket. Igaz, hogy még ez csak a második nap, szóval szerintem a legizgalmasabb a táborban eddig ez a akadálypálya volt, amit az előbb csináltunk. Kúszni is kellett, meg volt a rész, ahol a sebesültet kellett vinni, meg ugye gumigránátot kellett dobni. Szerintem a közösség a táborban az nagyon jó, mert ugye kedvesek és megértő mindenki. A verseny elemei és feladatai a gyerekekre szabva, de nagyon hasonlóak voltak azokhoz, melyeket egy igazi kiképzésen használnak a katonaságnál. A gyerekek egy járőrtípusú versenyt hajtottak végre, különböző akadályelemeket tettünk ezekbe a különböző foglalkozási helyekre. Az akadálypálya elemek tulajdonképpen a honvédségnél is használt akadályelemeknek egy miniatűr változata, egy könnyített változata, hiszen a gyerekekről van szó, 12 és 15 év közötti korosztályról. Természetesen az élesben használt akadályelemek nekik túl nehezek lennének, ezért használtunk ezt a fajta könnyítést. A gyerekek nagyon jól viselték a leterheltséget, tele vannak
energiával, így nem volt gondjuk azzal, hogy akár vacsora után is foglalkozásokat tartottunk nekik, mindent teljesen jó, teljes lelkesedéssel aktívan végre tudtak hajtani. Abszolút egyformán ügyes mindenki, tehát hogy 5 lány is részt vesz ebben a táborban, és abszolút tudják tartani a lépést a fiúkkal. Természetesen élvezzük azt, hogy nem csak aktív katonák, hanem kicsit változatosabb a programunk, és gyerekekkel is tudunk foglalkozni. A tábor nem titkolt szándéka, hogy a fiatalok körében akár a hivatásos katonai pályát is népszerűsítse, de a szervezők az idei esztendőben arra is kifejezetten törekedtek, hogy akár a mindennapi életben hasznos tudást adjanak át a gyerekeknek. Ilyenek a tájékozódási térképtani ismeretek és a segítségnyújtásnál gyakran alkalmazott technikák. Ide fékek, így van, hány fékkel? Kettő. Egy a hátsóra, egy az elsőre. Nagyon jó. A gyerekek is sokat tanulhattak az építőparkja rekonstrukciójához szervezett programon a biztonságos közlekedésről. Fontos, hogy minél fiatalabb korban szembesüljünk a felelősségteljes közlekedés fontosságával, így a figyelemfelhívó eseményen a részeg szemüveg használatával azt is megtudhatták a program részevői, milyen nehéz illuminált állapotban tájékozódni, nem véletlenül tilos az alkohol fogyasztása, amennyiben valamilyen járművet szeretnénk vezetni. Az építők parkja felújításához kapcsolódóan az építők parkját népszerűsítő programokat szervez a Tatai Televízió, és ezen belül ma a Közlekedés a park környékén című rendezvényhez hívtuk meg, vagy kértük meg a rendőrséget, hogy segítsen nekünk. A program lebonyolításához a Komárom-Esztergom megyei bűnmegelőzési alosztály és a balesetmegelőzési bizottság munkatársai segítenek. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottság és bűnmegelőzési alosztály munkatársai is részt vettek a Tatai Televízió által szervezett eseményen, ahol hasznos információt tudhattak meg például a kerékpárral közlekedők, akik regisztrálhatták kétkerekű járművüket az úgynevezett Bike Safe rendszerbe is. Bike Safe program keretében a kollégák regisztrálják, nyilvántartásba veszik a kerékpárt, felírják az adatait, aztán majd rögzíteni fogják. Ez azért nagyon jó, mert hogyha a kerékpárt eltulajdonítják, akkor belekerül egy adatbázisba, és beazonosítható lesz a későbbiek folyamán. Ezt a programot szerettük volna kiegészíteni valamennyi közlekedő számára nyújtott szabadidős programmal. Vannak, illetve voltak családok, akik kisgyermekkel érkeztek, nekik különböző közlekedésbiztonsággal kapcsolatos elfoglaltságot, játékot biztosítunk. Az építők parkjában szervezett közlekedés ismertetőn tehát minden korosztály szerezhetett új és hasznos információt, azon túl, hogy bicikliüket regisztrálhatták a rendőrség adatbázisán. Két tatai kötődésű prímadíjra jelölt is van az idei szavazáson. Lévai Ádám grafikus művész és Mesei László építész statikus is megkaphatja az elismerést. A támogatási szerződések fontosságáról és felhasználásáról is beszéltek a szervezetek vezetői július 12-én. Emellett beszámoltunk egy súlyos kutyákat érintő veszélyforrásról. Egyre több problémát okoz országszerte a szívférgesség. Lévai Ádám képzőművészet kategóriában bekerült a Prima díjra jelöltek listájára. A grafikus művész Tatán született, tehetségét pedig nem csak a városunkban kamatoztatta. Több mint 50 kiállítás van már mögötte, amelynek helyszíne volt már Japán, Hollandia, Franciaország, Kyoto, valamint Kobe is. Lévai Ádám nagy hatással van a fiatalokra a képzőművészet terén is. 25 éve vezeti a Tatai képzőművészeti kört, amelybe korábban már ő is járt. Tanítványai közül pedig már kiemelkedően sokan választották a képző vagy iparművészeti egyetemet. Korán megmutatkozott a grafomán dolog nálam. Tehát mindenhova rajzoltam is rengeteget. A történelmi füzetem például általános iskolában úgy nézett ki, hogy fel volt írva, hogy 6. óra, görög-perzsa háború, és gyakorlatilag egy betű nem volt írva, csak a öldökre is ugye a perzsa hadsereg megütközött a görög hadsereggel, és ennek gyönyörű mozzanatait lehetett látni. Tehát inkább ilyen képregényszerűen gondolkodtam, tehát vizuálisan, nem mint szövegben. Arra persze senki nem gondolt, hogy ez majd így megnemesül, finoman szólva.
de mindenféleképpen a rajzolás szeretete az egy ilyen igazi nagy hóbort volt már gyerekkoromban is. A rajzolást csak azt tudja jól tanítani, aki ezt végzi is. Tehát tudja, hogy milyen nehéz jó rajzot csinálni, és mindig elmondom a gyerekeknek, hogy nem a tehetséget osztályozom, hanem a munkát. Tehát a hozzáállás, mert igazából ez is egy olyan műfaj, mint a pódiumzongorista, hogy csak abból lesz igazi jó zongorista, aki napi szinten gyakorol több órát. Tehát én a mai napig a szakkörben, ahol rajzot tanítok, mindenféleképpen leülök én is, és én is tanulmányt rajzolok a gyerekekkel, hogy lássák, hogy meg lehet ezt csinálni. Az egy más kérdés, hogy a rutin, az mondjuk időbe lefaragva negyed annyi idő alatt meghozza a termését, mondjuk, mint korábban, amikor tényleg szorgalmas munkaként fogtam föl, most már ez ilyen játék szórakozás. A munkáimban, tehát a rajzaimban sincs az, hogy na hát ez a mérföldkő, ez, vagy 5 darab, vagy 8 darab, viszont vannak olyanok, amit ő soha nem válnék meg, tehát volt olyan, amiért nagyon sok pénzt ajánlottuk, és nagyon nem adtam oda, mert ezek fontosak valamiért, olyan, mint az embernek egyfajta gyermekei lennének, és ezek a típusú rajzok, amin keresztül tudom és látom azt, hogy nagyot léptem egy következő, nem mondanám ilyen nagy szavak, hogy korszakba, hanem egy másik fejlődési periódusba. 85 jelöltből választotta ki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége azt a 10 személyt vagy intézményt, akik kiemelkedő szerepet játszanak a megye szellemi, illetve kulturális életében, és ezzel potenciális jelöltekké váltak a 14. megyei prímadíj megszerzésére. A díjra jelölt Besei László, építészet és építőművészet kategóriában. Az építész statikus az ország több pontján is nagyot alkotott, amelyre tökéletes példa a tatai Szent Kereszt templom tornyának rekonstrukciója, amellyel az évházadíjat érdemelte ki műemlékvédelmi kategóriában. Sokszor találkozom olyan apró cseprő dolgokkal, padlásokon ittottam ott, ami visszautal a mesterre, az ácsmesterre, a szekercéjének a csorbája látszik, és olyan dolgok, amik megidézik valami úton, módon a múltat. A mesteremberek tisztelete munkájuknak a megbecsülése nélkül nem lehet műemléket helyreállítani. Ehhez kell egyfajta szakmai tudás, ácstól, köművestől, minden szakmától, aki ebben részt vesz. Természetesen a szellemi háttér is nagyon fontos, hiszen a művészettörténeti mellékletek, feldolgozások azok óhatatlanul szükségesek ahhoz, hogy tökéletesen, vagy a tökéletes megközelítő ember tökéletes nincs, vissza lehessen idézni azt a kort. Technológia változott. Szerintem a szakma nem sokat változott, mert az építés szakma az mindig is egy olyan pálya, nem is szakma, pálya volt, ahol a kor szellemi összességét kellett beletenni egy olyan helybe, ami az emberek által használt hely. Legyen az egy tér, legyen az egy épület, legyen az egy szakrális hely, mindig az építész abban a korban, annak a kornak megfelelő szellemi teljesítményt adta le. És ez látszik az épületen, ez is egy olyan érték, amit védeni kell. Manapság a változás annyi, és nem az építészek felől, hanem másfelől, hogy ennek a hihetetlen értéknek, ami annak a múltnak a kövülete szó szerint, nincs nagy becsülete. Tehát a műemlékekhez ma nem mindenhol nyúlnak kellő tisztelettel a múlt iránt. Összesen 5,5 millió forintot különített el Tataváros önkormányzata 2018-as évre a kulturális és oktatási alapra, szociális egészségvédelmi, illetve a sport alapokra. A támogatásban többek között a Városi Nyugdíjas Klub is részesült, amelynek 261 tagja van, akik közül 70-90 fő rendszeresen részt vesz a heti programokban. Sajnos más támogatásunk nincs, tagdíjból élünk, mi 2500 forint per év. Valamint ebből a támogatásból, hát más szervezet nincs, más szék, mert legkülönböző helyen dolgoztak, akik nyugdíjas klubunk tagjai, és legtöbb cég már egy szőnyeggyár, egy szövőgyár,
Már nincsenek edek. A július-július kivételével hetente tartunk hétfőnként 3 órától klub délután ismeretterjesztő előadások, kirándulások, kulturális kirándulás, azok önköltségesek, de legkülönbözőbb rendezvények, a gútaiakkal egy klub találkozó, tavaszkor voltunk náluk, most őszre ők jönnek ide hozzánk, és táncos családias rendezvények, úgyhogy a legkülönbözőbb, legszélesebb, mindenki kedvére próbálunk valamit alakítani, valamit összehozni. Támogatásban részesült még az Áhi Jóga Egyesület is, amely a támogatás teljes összegét az idei évben megrendezendő sportnapjára fordítja. Az Egyesület kiemelten nagy figyelmet fordít a mozgássérült emberek társadalmi beilleszkedésére. Minden forrásból jön, hisz minél több anyagiakkal rendelkezünk, annál színesebbé tudunk tenni egy programot is. Vannak itt érmek, kupák, ebéd, ajándék, szóval Cákli-Pakli vonal együtt egy ilyen nagy rendezvény, nagy család lesz megint. Inkább a sérültek, de lesznek olyanok is, akik nem annyira sérültek, fiatalok, idősek egyaránt. A célunk az, hogy egymásra találjanak, megtalálják az összhangot, és egy nagy baráti kör. A sport az fontos olyan szempontból, hogy kifejezik önmagukat, hogy mennyire tudnak az épp és a egészséges egymással sportolni, de én úgy gondolom, ennek sokkal fontosabb a légkör, a családi légkör, az összetartozás. Az 5,5 millió forintból a kulturális és oktatási alapokra 2 millió forint volt a keretösszeg, amely területről 12 nyertes pályázat került ki. A szociális alapokra 800 ezer forint keretösszeg állt rendelkezésre, amely esetén mind a 6 beérkező pályázatot támogatta a Humán és Ügyrendi Bizottság. A sportalapra 2,7 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre, ahol összesen 31 pályázat érkezett, ebből 18 nyert támogatást. Ugyanúgy, mint a múltkor, tudod, milyen van és jó? Ez a nagytestű kutya is egy szívféreg tesztre érkezett. A vizsgálat csupán 10 percet vesz igénybe, mégis a kis kedvencünk élete múlhat rajta. A szívférgesség 10 éve még elenyésző számban fordult elő Magyarországon, azonban az utóbbi időben a szúnyogcsípéssel terjedő betegség nagy számban szedi a négylábú áldozatait, akik a szívférgesség első 2 évében még tünetmentesek. Amikor tünetek jelentkeznek, mivel a szívféreg az a szívben él, tehát a szív elégtelenségnek a tünetei jelentkeznek, akkor gyakorlatilag már késő. Tehát a legjobb megoldás az az, hogy tesztelni, évente egyszer érdemes vért vetetni, pár csepp vérből meg lehet oldani, és ha a teszt negatív, akkor megelőzni kell, ez egy nagyon fontos. Körülbelül áprilistól novemberig érdemes a megelőzést használni, utána az átlaghőmérséklet olyan alacsony, hogy nem, még ha szúnyogok is vannak, már nem tudják terjeszteni a betegséget. Régen, ha évente egy-egy esetet találtunk, akkor már meglepődtünk, ma már gyakorlatilag nagy átlagban heti egy pozitív esetünk van. Leggyakrabban ugye idős kutyáknál találjuk meg ezeket a betegségeket, hiszen szúnyog szezontól függ. Az, amelyik kutya 10 éves, ugye az már gyakorlatilag 10 szúnyog szezont átélt, még egy éves kutya egy nyaras. Ennek ellenére már volt 1 éves pozitív kutyánk, tehát úgy tűnik, hogy azért a fiatalokat ugyanúgy kell védeni, mint az időseket. Amennyiben a vérvétel után a teszt 1 pontot mutat, negatív eredményről beszélünk. 2 pötty esetén azonban szívféregbetegséggel küzd a kisállat. Az első legfontosabb az, hogy mi egy másik teszttel kontrolláljuk az első tesztet, tehát azért szeretnénk meggyőződni, hogy nem egy fals pozitív esetről van szó. Hogyha ez a másik teszt is pozitív, akkor gyakorlatilag egy gyógyszeres injekciós készítménnyel lehet a szívből eltávolítani ezeket a felnőtt férgeket. A szívféreg veszélyével már egyre több állattartó szembesül valamilyen formában. A gazdiknak ajánlott, hogy évente legalább egyszer vizsgáltassa ki a kedvencét. Azért kellett megcsinálni neki, mert a rendes laborban nem mutatott ki semmit, és igazából a lánykorral együtt van ez egy komplex vizsgálat. És így kizártunk akkor mindenféle más problémát, marad a öregkori szervi gyengeség. A szívférgesség nem csak a kutyákat veszélyezteti, a macskák, illetve a menyétfélék is célpontok lehetnek a betegségnek. Így minden kisállat tulajdonosnak szem előtt kell tartania, hogy az évi legalább 1 szívféreg vizsgálat nem csak a pénztárcának kedvez jobban, mint az esetleges kezelések, de a négylábújuk élete is egészségesebb és hosszabb lehet a családban.
Pénteken, július 13-án láthatták híradónkban, hogy most is sok szülő veszi igénybe a napközis tábor adta lehetőségeket. A változatos programok között egy karate bemutatóval is meglepték a gyerekeket. És ezen a napon foglalta össze a katasztrófavédelem munkatársa azokat a hasznos információkat, melyeket a tűzrakással kapcsolatban jóha tudnak a kirándulók. Minden energiájukra szükségük volt a napközis tábor gyerkőceinek a karate délelőtthöz. Először a rejtmenes fiatalok mutatták be tudásukat, majd ezt követte a nagyjából egy órás edzés, amely alatt a tábor lakói is bepillantást nyerhettek a küzdősportba. A kiokosin karate az túlnyomó részt egy full kontakt eredetű küzdősport. Szószáj Masutatsu Oyama a megalapító mestere, Japánból ered, egy magyarországi ága, ugye Sian Furko Kálmán, ezt a nevet talán sokan ismerik. Aki megalapította, mind a mai napig ő a vezetője igazából. Sok-sok verseny, diákolimpia, Európa-bajnokság, világbajnokság, versenyezni járunk mi is övvizsgákkal, tehát egy tradicionális felépítése van. Az egy órában szokás szerint most már évek óta, mióta itt van a napközi tábor Tatán, tartunk nekik egy ilyen karatés edzést, tehát nem csak karatézünk, hanem ilyen sport jelleggel, tehát ilyen képesség, koordináció, ügyesség, ilyesmiket, meg aztán egy kicsit pajzsozunk, belevezetjük valamelyest őket a karatéba igazából, mozgatjuk őket. Volt már rá példa, hogy aki itt mondjuk napközis táborban itt volt, megismerte a karatét, és azóta is jár hozzám például edzésre. Le kell kötni a figyelmüket igazából, és onnantól kezdve csak játszanak, tehát nem olyan bonyolult viszont. Hát most már 20 éves csináljuk, akkor már nem olyan egetverően nagy ügyesség. Hát, persze meg érdekessé kell tenni, tehát ha nem unalmas számukra, akkor persze, hogy le lehet kötni, meg minden újdonság érdekelheti őket. A napközis táborban nagy hangsúlyt fektetnek a testmozgással járó programok szervezésében, így játékosan, mégis profi vezetéssel kedvelhetik meg a gyerekek a legkülönfélébb sportágakat. Azért fontos, mert a gyerekek önmaguktól nagyon eltunyulnának és inkább elfeküdnének a szobákban, ezért aztán teszünk róla, hogy egy kis mozgás is legyen az életükben. Most karate foglalkozás következik a tábor életében, idén ez az első ilyenünk. Nagyon jó kapcsolatunk van az itt működő karatésokkal, de sajnos most először sikerült összehozni, hogy velük együtt edzhessünk egyet. Hát ezt úgy szoktuk, hogy végül is nem kötelező a gyerekeknek mindenkinek, az elején mindenki ott van, és ahogy szépen fáradnak el, úgy kiállhat az, aki akar. Mindenféle sportversenyt csináltunk már eddig is, és még nagyon sok minden lesz hátra, a pingpongtól, a fociig, a kézilabdáig, a sorversenyekig, sok mindenben, úszás, minden van. 63 gyerek vett részt az izgalmas karate foglalkozáson. A táborban egyaránt fontos, hogy egy ilyen nagy létszámú csapat sportoljon, és a friss levegőn vezesse le a túlcsorduló gyermeki energiát. Golyagból és műanyag szemétből rakott kupac a tóparton, ez is egy a tűzrakás szabálytalan módjai közül. Sokan választják túrázás, séta vagy táborozás céljából az öreg tópartját idén-nyáron is, a kirándulók azonban jobb, ha tudják, itt tilos a tűzgyújtás. A tavalyi évhez képest újítottak a vonatkozó jogszabályokon, erről már a katasztrófavédelem munkatársa beszélt kameránknak. Megváltozott a tájékoztatása a lakosságnak, ami azt jelenti, hogy ezen túl sokkal gyakrabban napi szinten értesülnek a változásokról, nem pedig egy adott száraz időszak után, a száraz időszak végén, és már későn tájékozódnak a lakosok. Tehát gyakorlatilag létrehoztak egy olyan honlapot, amin pontosan meg lehet tudni azt, hogy melyik területen, adott városban, és melyik időszakban van tűzgyújtási tilalom. Ezt a honlapot az erdőtűz.hu oldalon lehet elérni. Itt minden információ szerepel, térképes grafikával, pontos megelőzési tanácsokkal. Évente több ezer olyan esethez vonulnak ki a tűzoltók, ami a felelőtlen vagy a szabálytalan tűzrakás következménye, a károkozás pedig megelőzhető lett volna. Borsos ára van, ha tilosban sütjük a nyáresti vacsorát, és később a katasztrófavédelemnek kell közbeavatkozni. Amennyiben ez a tűzrakás ez olyan következménye jár, hogy a tűz tovább terjed, nem tudták ellenőrizni a tűz, az égést, akkor ez később ilyen kárt okoz, és tűzoltót kell hívni. Ebben az esetben mindenképpen tűzvédelmi bírságot kell számolni. Egy kormányrendelet szabályozza ezt, ami azt mondja, hogy tüzet okozott, és a tűzoltóság beavatkozására volt szükség, és ennek 60 ezer forintra kezdődik az első tétel, erről oda kell figyelni, ezt el kell kerülni, ezt mindenképpen ajánlom. Ettől függetlenül, ha valaki tüzet gyújt bárhol, és olyan helyen, ahol megengedett, ott is készüljön fel arra, hogy szabályos helyen, megfelelő távolságra az éghető tárgyaktól el tudja későbbiek során oltani a tüzet.
A tűzgyújtási tilalmat elsősorban az erdőterületek védelme és az erdőgazdaságok termésének óvása céljából alkalmazzák, egy település belterületén az önkormányzat rendelete szabályozza, hol és mikor lehet tüzet rakni. Ebből adódóan a tűzgyújtási tilalom az mindig az erdőterületekre vonatkozik, nem pedig a belterületre, tehát nem egy város belterületére. Így nagyon fontos azt tudni, hogyha valaki mondjuk tűzgyújtási tilalom ellenére is időszakában is ki szeretne vonulni a kertbe, és szeretne ott egy bográcsozást készíteni, nyugodtan, semmi akadálya nincs ennek, tehát nyugodtan lehet bográcsozni a kertben, attól függetlenül, hogy tűzutási tilalom van életben, és nyugodtan lehet akár egy szabad területen is tüzet rakni, hogyha az az erdőterület szélétől 200 méterre van legalább. Hogyha gyakorlatilag itt Tatán, hogyha valaki kerti hulladékot szeretné égetni, akkor az tilos. A bográcsozása nem lesz probléma, mert az olyan mértékben nem fogja szennyezni a levegőt, hogy ez akadályozná azt, hogy a lakók jól érezzék magukat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Július 16-án hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták. Műsorunk legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik, de addig is kísérjék figyelemmel napi híradónkat. Én szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!